Lionel Messi a világ egyik legjobb focistája. Sokféle csapatban játszott a Barcelonától a PSG-ig, de mindegyikben jól teljesített. Sziasztok, én Máté vagyok, és ebben a videóban elmondok nektek 5 dolgot Lionel Messiről, amit lehet, hogy nem tudtál. De mielőtt belevágnánk, szeretném megköszönni az egyik ismerősömnek a videóötletet, a csatornáját leraktam a linkbe, de kezdjük is el. Első, gólöröm. Biztos megfigyeltétek már, hogy minden gólja után felnéz és az égre mutat. Kiskorában a nagymamája vitte őt edzésre, és egyszer azt mondta, hogy ő lesz egyszer a világ legjobb játékosa. De sajnos ezt a nagymamája nem érhette meg, mivel elhunyt, amikor Messi még csak 10 éves volt. Így a gól örömével tiszteleg a nagymamája előtt. Második. Zaklatták az öltözőben. Mikor Lionel Messi gyerekként megérkezett a Barcelona világhírű akadémiájára, nagyon nehéz volt számára, hiszen társai minden nap zaklatták az öltözőben. Később elmondták neki, hogy az edzője azt mondta, Messit ki fogják rúgni, mert külföldről jött. De ez nem így lett. Többet kezdett beszélni, és pár csintevéssel visszavágott Piquének. Harmadik. Ennek nem tudtam címet adni. Pucsi. 2015-ben a BL csoport körben 1-1-re végződött a Róma-Barcelona találkozó. Mikor Luis Suárez megszerezte az első gólt, Lionel Messi az ünneplés helyett inkább megnézte az ellenfél földön fekvő játékosát, Luka Dint. Negyedik. Nem repülhetnek a háza felett. Valójában ez egy tévhit, hogy Messi kezdeményezte ezt. Az ügyet a spanyol törvényhozás hozta létre. Lionel Messi és a családja a Barcelona egy olyan részén él, ahol szigorú környezetvédelmi szabályok vannak, mivel a repülőgépek megzavarhatják az állatvilágot. 5. Miért távozott a Barcelonából? A Barcelona 2021. augusztus 5-én bejelentette, hogy Messi már nem Barcelonában játszik. Még 2020-ban önként akart távozni a Barcelonából, de kénytelen volt ott maradni. 2021-ben, mikor már maradni akart és szívesen folytatta volna az új elnökkel az utat, akkor mennie kellett. 2021. augusztus-júliusában még arról szóltak a hírek, hogy még 5 évig marad és beleegyezik a fizetésének 50%-os csökkentésébe. Meg is egyeztek ebben, és épp 2021. augusztus 5-én akarták aláírni, de ez kudarcba fulladt, mivel a La Liga megakadályozta. A Barcelona azt remélte, hogy be tudják tartani a pénzügyi szabályokat, de ez nem sikerült, mivel sok játékost el kellett volna küldeni. Egy új szabály miatt foci csapatok bevételének 25%-át költhetik új játékosok regisztrációjára. Messi nélkül 24,7%-ra áll a Barcelona. Szóval ugye el kellett akkor mennie a Barcelonából, és a PSG-be ment. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára. Igen. Sziasztok! Kérdés, köszönöm! Vettes félvillan ráno! Vigyék rá, 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 v